bemutatjuk a Raccoon tökéletes játéktartó ládáját. Megmutatom, hogy kell összerakni. A láda a következő elemekből áll. 4 kerék, 2 oldalfal, hátsó és előső falak, a láda alja, facsavar 8 darab, fémcsavar 8 darab, csatlakozók, rövidebb fatiplik, 6x20 mm, 4 darab, hosszabb fatiplik, 8 darab. Használhatunk csavarhúzót, csavarozógépet, kereszt csavarhúzót és lapos csavarhúzót. A szerelést a kerekekkel kezdjük. Sík felületre tesszük őket külső oldalokkal lefelé. Így. Puha felületen szereljen, amely nem károsítja az elemek felületét. Most helyezze a rövidebb fatipliket a kerekek belső oldalán lévő lyukakba, és nyomja be őket. Ezután az oldalfalakat a külső oldalokkal a padló felé helyezzük. Majd feltesszük őket a kerekekre, úgy, hogy a fatiplik a doboz falának lyukaiba kerüljenek. Most ezeket a csavarokat fogjuk használni. Mindegyik kerékbe 2 csavarunk. Rendben, készítsük elő a doboz elejét és hátulját. Mindkettőnek a belső fele kell, hogy a padló felé legyen fordítva. Ezután rögzítse a fatipliket a falak oldalán lévő lyukakba. Most ezekbe a lyukakba helyezzük a csatlakozókat. A csatlakozók oldalsó réseit a furatokhoz kell illeszteni. Folytathatjuk a falak rögzítését. Helyezze az előső falat az oldalfalra merőlegesen úgy, hogy a csapok a lyukakba kerüljenek. Húzza meg ezekkel a csavarokkal. Tegye ugyanezt a hátsó panellel. Most becsúsztathatjuk a láda alját. Így csináljuk, az oldalfal lyukainak mentén. Rendben, rögzíthetjük az oldalfalat a szerkezet többi részéhez. Most becsavarjuk a csavarokat. Végül ellenőrizzük, hogy minden rendben van-e. Kész! A dobozt nagyon könnyű tisztítani. Elég száraz törlőkendőt használni. Ennyi is volt az egész Raccoonnal. A gyermek már használhatja is. Reméljük, hasznára válik. Kindercraft. Easy with kids.